Vallomásában a közösségi médiáról, politikáról és a cenzúráról beszélt Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója. Elismeri, hogy a Biden kormány nyomására cenzúrázták a koronavírus járvánnyal kapcsolatos tartalmakat. A képviselőháznak írt levelében Zuckerberg Hunter Biden laptopjáról is említést tesz. Jenna Browder riportja következik. A képviselőház igazságügyi bizottságának írt rendkívüli levelében Mark Zuckerberg azt mondta, sajnálja, hogy engedett a Biden kormányzat követelésének és cenzúrázták a Covid-ról szóló tartalmakat a Facebookon és az Instagramon. A Meta vezetője azt írja, a kormányzati nyomás helytelen volt, és sajnálom, hogy eddig nem beszéltünk nyíltabban erről. Erősen hiszem, hogy tartanunk kell magunkat a normáinkhoz. Ellen fogunk állni. Kifejezetten aggasztó, amikor egy kormány befolyásolni próbálja a média tartalmak kezeléséről szóló irányelveket. Derek Green, kommunikációs szakértő. Ez az eset megmutatja, hogy nagy nyomás van a közösségi média cégeken a tartalmaik megjelenítésével és a platformjaikon elérhető posztokkal kapcsolatban is. A nyomás több forrásból származik, ez esetben a kormányzat legmagasabb szintjéről. A képviselőház igazságügyi bizottságának tagjai elismerően nyilatkoztak a levélről. A bizottság elnöke például a szólásszabadság nagy győzelmének nevezte azt. A levélben szó van Hunter Biden laptopjáról is. Zuckerberg azt írja, nem lett volna szabad a Biden kormányt ért korrupciós vádakról szóló tartalmakat törölni a 2020-as választások előtt. Hozzátette, hogy a Facebook azóta megváltoztatta szabályait, hogy ez még egyszer ne fordulhasson elő. A Fehérház így válaszolt, a tech cégeknek figyelembe kell venniük az amerikai emberekre gyakorolt hatásukat. Eddig csak a Twitter, most a Facebook is elismeri, hogy kormányzati nyomásra eltusoltak információkat. A probléma az, hogy a szólásszabadság ellenes mozgalmat nagyrészt a média élteti, és nem mondanak el egyes dolgokról annyit, amennyit kellene, mivel ők is benne voltak a dologban. Jonathan Turley jogtudós ezekről ír az Alapvető jogunk a szólásszabadsága harakkorában című új könyvében. Az egyik legvitatottabb kérdés a dezinformáció, amiről Turley így beszélt a CBN-nek. A dezinformációra hivatkozva cenzúráznak, és ez ma rendkívüli mértékeket ölt. A könyvben írok arról, hogy az Adams adminisztráció hogyan tartóztatott le és indított eljárásokat John Adams ellenfeleivel szemben. Továbbá arról is, hogy Joe Biden vitathatatlanul a legszólásszabadság ellenesebb elnök John Adams óta. Ugye milyen megdöbbentő? Félelme, hogy ez a Harris kormány alatt folytatódni fog. Nem a demokrácia, hanem a szólásszabadság a tét. Turley azt is kiemeli, hogy Zuckerberg elkötelezetten harcolt, hogy ne derüljön fény a cenzúrázásokra. A levelet csak azután írta, hogy az igazságügyi bizottság kényszerítette, tegye közé az ezekről szóló dokumentumokat.